Fehér Klára, mi szemüvegesek, részletek. Haza kéne menni, de sehogy sem akaródzik hazamenni. Évi elszontyolodva áldogált a kirakatok előtt. Már 3 óra is elmúlt, és még mindig nem volt bátorsága hazamenni. Éhes is volt, fázott is, nézegette a kirakatokat. Máskor, amikor anyukával sétálnak, anyu nem győzi nógatni, hogy gyere már, lányom, ne áldogálj annyit, lányom, nincs már itt semmi érdekes. Most meg, amikor egyedül ácsorog, magától unja meg a kabátokat, meg a fényképezőgépeket. Hát, gyerünk, essünk túl a szidásom, meg a szemrehányásom, meg mindenen, gondolta Évi. Az intőt anyu nem fogja megtudni, a szemüveg pedig, hát a... Évikém, kislányom! Évi megtorpan a hangra. Hát anyukája jön vele szembe az utcán, nem is jön, szalad, átöleli, csókolja. Csak hogy megvagy, édes kislányom, mi történt veled? Máskor ilyenkor már régen otthon vagy. Ma korábban jöttem el a laborból, gondoltam, veszünk neked ma délután egy szép téli kabátot. Hol a szemüveged? Ezt anyuka mind így egy szuszra mondta el, és mindenből csak az utolsó kérdés volt a lényeg. Hol a szemüveged? Azért jövök ilyen későn, mert kerestem, a szemüvegemet kerestem. Hogy kerested a szemüvegedet? Miért kellett a szemüvegedet keresni? Hol hagytad el a szemüvegedet? Na most hazudjunk egy jó nagyot, szólalt meg mellette Világos Kék. Én nem hazudok, dadogta Évi. Én még egy kicsit szédülök a szemüvegben. Én csak úgy letettem magam mellé, letettem. Nem is tudom hol, és akkor kerestem. Anyuka ebből csak azt értette, hogy szegény kislánya szédül a szemüvegben, és ha az ember elszédül, akkor könnyen elejthet, vagy elveszíthet akármit. Megsimogatta Évi arcát, és vigasztalóan mondta. Semmi baj. Nézd, a doktor bácsi felír tartalék szemüveget is. Itt a recept a kézitáskámban. Már is bemegyünk az optikushoz, és megcsináltatjuk, jó? Évi savanyú arcot vágott. Igen, igen, köszönöm szépen, anyukám. Hálálkodj egy kicsit jobban, súgta Világos Kék. Nem elég meggyőző. Pot szemüveg, az az öröm, holnap ezt is összetöröm, ugrott egy nagyot Jenő. Bízz csak rám, majd ezt is elveszítem, ígérte lelkesen Bruno. Az optikusnál millióan voltak, és le kellett ülni és várni. Az optikus néni megismerte Évit. Na hát, ez a szemüveg sem tartott sokáig, mondta fejcsóválva, és megígérte, hogy holnap délutánra készen is lesz a másik, hiszen ez egy egészen egyszerű kis szemüveg. Minden kis rövidlátó ilyet hord. Én nem vagyok rövidlátó. És nem fontos holnapra a szemüveg. Egyáltalán semmikorra se fontos, válaszolta Évi durcásan. És anyuka elszégyelte magát, és megint csak nem értette, mi történt, amikor neki eddig olyan kedves, udvarias kislánya.